A gróf Tisza István kórház munkatársai is csatlakoztak a Jeruzsálema táncos kihíváshoz azzal a céllal, hogy az elmúlt időszak rossz hangulatát az intézmény területén is egy kicsit jobbá varázsolják. A kórház más-más területein dolgozó munkatársai megmutatták, hogy egy jó ügy érdekében is össze tudnak fogni. Az intézmény vezetősége számára egyértelmű volt, hogy a kezdeményezés mellé áll, támogatja azt. Minden kezdeményezéshez, ami előremutató és társadalmi összefogást eredményezhet, illetőleg az egészségügyi dolgozóknak a megbecsüléséről szól, természetesen támogatjuk. Ebben az esetben még annál is könnyebb dolgunk volt, hiszen a munkatársaim találták ki az egész táncnak a koncepcióját, a interneten látottak alapján, ők szervezték meg, nekem csak annyi dolgom volt, hogy engedélyeztem, hozzájárultam és hátulról csendben támogattam őket. Egy ilyen kezdeményezésnek milyen jelentősége lehet az intézmény számára? Többféle. Egyrészt megmutatjuk azt, hogy mint egészségügyi dolgozók másra is képesek vagyunk, mint a szűk szakmát gyakorolni, illetőleg az is egy nagyon fontos dolog, hogy különböző osztályokról, részregekről ismét összeálltak azok az emberek, akik a napi munkában nem nagyon vannak egymással kapcsolatban, egy közös célért együtt táncoltak egy jót. Az ötlet igazándiból tőlem származik, nekem ez a zenetánc nagyon megtetszett. A médiában, amikor láttuk, és akkor így feltűzeltem a kolléganőimet, hogy mi lenne, hogyha eleinte gondolkodtunk rajta, de utána megkérdeztük a többieket a kórházban, hogy lennének partnereink ebben. Meglepően sokan jelentkeztek, több mint 200-an a kórházból. Ezután következtek az engedélyezések, amit ugye a főigazgató segítségével megszereztünk, és elkezdődtek a próbáink, mindig nagyon jó hangulatban, nagyon jó kedvel. Mindenki várta a következő alkalmat, mikor lesz, mikor csináljuk. Nagyon-nagyon örültünk, hogy ennyire össze tudtuk szedni a kis csapatunkat, és megmutattuk, hogy megint össze tudunk állni, és nem csak rosszban, hanem jóban is, és nagyon jól érezte magát mindenki ebben a táncban. Szerettük volna az elmúlt időszaknak ezt a rossz hangulatát egy kicsit jobbá varázsolni, itt ment a kórház területén is, hogy egy kicsit összerázódjunk, a gondolataink elterelődjenek az elmúlt időszakról, jól érezzük magunkat, jó kedvünk legyen, ezért próbáltuk ezt az egészet összeszerkeszteni. Nem titok, én egy táncegyüttesnek vagyok az egyik tagja. Ott az elnök helyettesünket, Nemé Gáledinát kértük meg, és kislászót, hogy segítsen már nekünk ebbe a táncnak a betanulásában. Ők ugye utána néztek, utána jártak, próbálgattak, és utána eljöttek hozzánk, és betanították ezt a táncot nekünk. Hogyan jött az ötlet, hogy a tévét is megkeressétek ezzel? Igazándiból véletlenül, mert Kogyéla Zsolti pont jött ide főigazgató úrhoz, és amikor eszünk jött, hogy hoppá, megkérdezünk benneteket, hogy segítségünkre lennétek ebben a kezdeményezésben. Zsolti rögtön mondta, hogy igen, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek is a lehetőséget és a segítséget. Beszélgessünk magáról a forgatásról, hogy ez hogyan zajlott. Aznap nagyon meleg volt, ez biztos, hőségriadó. Nagyon melegen volt mindenkinek, de hősiesen bírta a kis csapatunk, kiálltunk. Több helyszínen történtek a felvételek, kint és bent a belső részen is, és arra gondoltunk, hogy a végén pedig megmutatjuk az egész kis csapatunkat itt a körforgalomnál. Úgyhogy igazándiból nagyon jó hangulatú kis egész napunk, mert egész napról van szó, reggeltől késő délutánig voltunk itt a tűzőnapon. Mindenki jól érzéssel gondol erre az elmúlt. Igazándiból több mint egy hónapra, mert ugye egy hónapja körülbelül úgy próbálgatunk. Úgy érzékeljük, hogy mindenkinek nagyon tetszett itt a kórházon belül ez a kezdeményezés, és mindig az a kérdésük, mikor folytatjuk, mit találunk ki legközelebb. Nem tudom. Magamat ismerő és a kollégáimat biztos, hogy ki fogunk valamit újra találni, hogy mikor és mi lesz ez, ezt még nem tudjuk. A Berettyóújfalui kórházban az élelmezéstől kezdve a műszaki osztályon át a szakrendelőkig minden osztályról és részlegről jelentkeztek táncolni vágyó dolgozók, akik a próbák ideje alatt igazi csapattá kovácsolódtak össze.